Jelentős mennyiségű jég zúdult a hétvégén Verpelétre. A cseresznye nagyságú jégdarabok vastagon beborították a kerteket, udvarokat, a vihart erős szél is kísérte. Nekünk a pince lett tele vízzel, a kapu szétjött, az ablakot is egy kicsit megtörte a jég. Még jó, hogy van ilyen védő, de viszont ezt is megrongálta. A jeget kitartóan zuhogó eső követte, ami pincéket és udvarokat öntött el, valamint járhatatlanná tette az Eger felé vezető utat is. A településen másodfokú árvízvédelmi készültséget és figyelőszolgálatot rendeltek el. Cseresznye nagyságú jéggel jött sok vízzel, és így nem okozott legalábbis ezen a területen, ahol mi lakunk, nagy károkat. A szél az erős volt, és ilyen felhőszakadásszerű víz. A víz az viszont nagyon sok volt, tehát inkább az okozott a növényeknek, illetve a kertekben is nagyobb kár, mint maga a jég, mert... A lakók bokáig gázoltak a vízben azokon a területeken, ahol nem tudott elfolyni a lezúdult nagy mennyiségű csapadék. A tűzoltók még hétfőn is szivattyúztak az egyik elöntött utca udvarairól és pincéiből.